Sziasztok, ezt a kis videót azért csináljuk, hogy a kialakult helyzetben pozitívabb témákat tudjunk bevinni, hogy mit lehet a tudatosság szemszögéből profitálni ebből a nehéz szituációból. És ma este lesz két beszélgető partnerem, Kis Gábor és Nagy Rihárd, akikkel a feltétel nélküli alapjövedelemről fogunk beszélgetni. De mielőtt belekezdünk, titeket szeretnének kérni, srácok, hogy néhány mondatban mutassátok be magatokat, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és milyen módon kapcsolódtok a témához. Hát először is akkor bemutatkoznék, én Kis Gábor vagyok. Gáborral már együtt működtünk, azt hiszem 2015-2016 tájékán egy olyan kezdeményezésben, amit most ugye Ambienta projekt néven ismert. Viszont ezt megelőzően a feltétlenül egy alapjövedelem európai bevezetésével kapcsolatos munkálatokban vettem én is részt az Európa Parlament és háttérintézményeinél, és hát kidolgoztunk akkor egy olyan tervet, amivel erre a helyzetre akár választ lehetne adni, ami most kialakult, de akkor most nem is mondanák többet, vagy mondanék többet, nem, akkor továbbadnám Ricsinek a szót. Annyi, Ricsi, nálad még van valami visszhangzása a készüléknek, hogy esetleg valamit tudsz állítani rajta, valami kis technikai zaj jön. Nem tudom, legfeljebb azt tudom csinálni, hogy amikor nem beszélek, akkor lehalkítom, az jó. Az jó, oké, köszi. Sziasztok, én Nagy Rihárd vagyok. Két lábon állok, egyrészt termékfejlesztéssel, márkaépítéssel, formatervezéssel foglalkozom, mellette pedig körkörös gazdaság témába kutatok most már több mint egy évtizede, és leginkább a kék gazdaság szemléletével, de alapvetően a körkörös gazdaság szemlélet az, amivel így foglalkozok húzva. A Gáborral, mind a két Gáborral gyakorlatilag az Ambienta kapcsán ismerkedtem meg, úgyhogy innen a közös kapcsolódási pont, lehet, hogy ezt esetleg később itt majd kifejtjük, hogyha úgy adódik a téma itt a alapjövedelem kapcsán. Szupi, köszönöm szépen, és hát igen, az Ambienta projektben nagyon sok minden beletartozik, ami a társadalmi innovációt, meg a technológiai fejlesztéseket a átlagembernek az életminőség javítására szeretné átadni, összegyűjteni, és ennek egy része ugye a feltétel nélküli alapjövedelem. Erről én posztoltam a Facebook oldalamra, vagy a saját Facebook profilomra igazából, az elmúlt napokban egy posztot, hogy szerintem nagyot mentene itt a helyzeten, hogyha most lenne alapjövedelem, mert úgy mindenki azért szerintem nyugodtabban tartózkodna otthon hetekig, vagy ha ne adj Isten hónapokig kell, hogyha tudná az, hogy a minimális megértési szintjéhez szükséges pénzt azt megkapná. És ez nagyon sokan ugye lájkolták, támogatták, érzik azt, hogy ez nagyon nagy segítség lenne, viszont még egy ilyen helyzetben is jöttek negatív kommentek, hogy milyen fenntartásaik vannak az embernek az alapjövedelem kapcsolatban, és nekem ez mindig tök fura volt, mert azt hittem, hogy mindenki örülne annak, hogyha osztogatnának pénzt, de úgy tűnik, hogy van, akinek ez még mindig nagyon idegen dolog. Uh-huh. Hát ugye ennek kapcsán, ami nekem eszembe jutott, az az, hogy amikor egy ilyen szituáció van, tehát mondjuk van egy ilyen koronavírus, és annak kapcsán mondjuk arra kényszerül a többség, hogy otthonról oldja meg a dolgait, és aztán kiderül, hogy a kereslet-kínálat viszonyokban néhány hét alatt be tud állni olyan zavar, ami iparágak leállásával fenyeget, akkor lehetséges, hogy jobban érthetővé válik azt, hogy miért van szükség ilyen jellegű kiigazításokra. De hát ez ugye egy feltételezés még mindig, mert abban a formában, hogy ezt mondjuk államilag be lehessen vezetni, attól még messze vagyunk, mert alapvetően ez még mindig egy kicsit túl politizált kérdés, miközben ez egy gazdaságpolitikai ösztönző eszköz. Egy csomóan azt mondják, amikor ugye följön ez a gond, tehát hogy nekem alapvetően az mindig a nehézség, ez, hogy azt szoktam mondani, amikor valakivel beszélgetek az alapjövedelemről, és ő elmondja a kritikáit, hogy szerintem ez miért nem működne, meg miért nem jó ötlet, hogy azt vettem észre, hogy az egyik legnehezebben vitatkozható téma az alapjövedelem, mert annyira összetett, hogyha bevezetnének egy ilyen eszközt, akkor az olyan szinten gyökeresen változtatná meg a mindennapi életet, hogy az szinte, hát az nagyon nehezen elképzelhető szerintem egy átlagembernek. Hát gondolok itt arra, hogy ugye nagyon sokan mondják, hogy
akkor biztos senki nem dolgozna. Ami ugye fura, mert hogy nem hiszem, hogy a legtöbb ember 100.000 forintból akar megélni havonta. De egy picit vissza a napjainkhoz, tehát. A pilot projektek úgy szóltak az alapjövedelem kapcsán, amik Finnországban és más országban is lefolytak, hogy megvan pontosan az ideje szabva annak, hogy meddig kapják ugye próba jelleggel azok a személyek az alapjövedelmet, hogy aztán kijöjjön mondjuk egy vagy kettő vagy három év táblatában az, hogy ennek mik a hatásai. Hát az biztosan nem mondható el, hogy unatkoztak volna, tehát egy csomó olyan tevékenységbe fognak az emberek a szabadidejükben, amit már egy idő után már ugye nincs mit nézni a Netflixen, és akkor előjön az, hogy hogyan osszuk be jobban a szabadidőnket. Csak most ez a helyzet egy olyan pilot projektet idéz elő, amiben nincs meg az a szociális háló, ami ezt kezelni. Tehát most úgy próbáljuk ki az alapjövedelme járó otthonülést, és hogy is mondjam, csak önmagunkon való kicsit jobban elmélyedést, hogy közben feszít az, hogy akkor miből lesz befizető jövő hónapban a számla. Tehát, hogy ezek ilyen mélységig tudnak elmenni. Indult is most egy ilyen petíció, hogyha jól láttam, ami arról szól, hogy Magyarországon vezessék be itt a következő fél évben kapjon mindenki alapjövedelmet, hogy gyakorlatilag ne kerüljenek egzisztenciális válságba az emberek meg a családok. Hát ez tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokban ugye most az elnökválasztási kampány alatt kettő vagy három nap alatt lett nagyon forró téma ugyanez. Tehát azt lehet mondani, hogy ott úgy hallottam, az egyik jelölt, az Andrew Yang, ő neki ez így a ígéretei közt van, hogy alapjövedelembe is akarja vezetni? Hát ő $1000 alapjövedelmet ígért, ha megnyeri a választásokat, de hát nyilván ő a Szilícium Völgynek egy prominens kitüntetett személyisége, tehát aki azt a szemléletet képvisel, ami mondjuk Kalifornia és térsége. Az ország nagy része valószínűleg még nem így gondolkodik, illetve túlságosan ismeretlen jelölt ahhoz, hogy ezt a dolgot előre vigye, úgyhogy már is ugye leszűkül ott is jobb és bal oldalon azokra a szereplőkre, akik még versenyben maradnak, és ugye így jelent meg a bal oldalon nem csak a Green New Deal, tehát a zöld átállás programja, hanem nagyon érdekes, hogy a másik oldalról, tehát a demokrata oldalról az a Ocasio-Cortez, az a AOC, ő hozta ezt elő, hogy akkor tulajdonképpen vizsgálja már meg a republikánis oldal is az alapjövedelemnek az elképzelését, ami viszont Andrew Yangtől való, tehát. Akkor most kit szolgál ez inkább, mert hogy arról van szó, hogy ez ne politikai oldaltól függjön, hogy ezt bevezetik el, hanem ez az embereknek szól, de ez se teljesen igaz, mert egy csomóan azt hiszik, hogy ez arra való, hogy akkor mindenki kényelmesen éljen és ne csináljon semmit, holott ez inkább arról szól, hogy ne omoljon össze a gazdaság, hiszen hogyha egyre inkább automatizálnak mindent, akkor egyre kevesebb emberi munkaerő lesz szükség, és hogyha valaki nem keres pénzt, nincs vásárlóereje, és ha ők sokan lesznek, akkor az hatással van a gazdaságra. Igen. Le vagy némítva, Ricsi. Bocsánat, igen. Szóval nagyon-nagyon jó időpillanatban vagyunk most ezzel az egészen, hiszen a feltétlenül ki alapjövedelemről szerintem Gábor akkor, amikor ti elővettétek ezt a témát, az most már lassan 5. éve volt, tehát hogy akkor még valamiért nem volt szerintem kész erre a gazdaságra. Hát mert ugye 2013-ban volt az Európai Uniós aláírásgyűjtés, ami ezt elővette már volna 2014-re. Hát eltelt 7 év, rengeteg ember tudatosodik, tud erről a témáról, mégis most gyakorlatilag egy néhány két hónap alatt annyira releváns lett az egész történet, hogyha az a megközelítés, hogy ez mondjuk összeomlaszthatja a gazdaságot, most látjuk a konkrét példákat, amikor az emberek önmaguktól, mint egy ilyen social economy, teszik meg azt a lépést, hogy Magyarországon is, de Európa több táján is arról nők nekiálltak mondjuk maszkokat gyártani. Ők maguk a saját szabad idejükben, mert megszűnt az eredeti tevékenységük, vagy mit én, ez pont egy ilyen esküvőről gyártó hölgy volt. Anyukám ott... arról nő, és láttam ma, vagy ma küldte nekem, hogy maszkokat vár. Igen, tehát hogy ez csak arra egy izgalmas pont, hogy ha kell, akkor tud az ember teljesen más milyen témában mozogni. Azok az emberek, akik mondjuk akiket most helyettesítene mondjuk az ipar 4.0-ba, vagy
5.0, meglátjuk, hogy hova fog ez kifutni, még most a mesterséges intelligencia is, majd még pluszba bejön a gyártási ciklusokba. Ezekben a témákban azokat az emberek, akik ebbe felszabadulnak, azok gyakorlatilag egy ilyen szociális gazdaságot fognak létrehozni, ami sokkal izgalmasabbá teheti szerintem a társadalmat. Gyakorlatilag a kreativitásra tud helyeződni a hangsúly, és egy csomó olyan energia fog felszabadulni, ami egyébként szerintem sokkal jobb életérzést fog hozni az emberek számára. Én egyébként a Tudatos Fiatalok Közösségi csoportban ezt már most érzékelem, tehát többen is posztolják, meg én is posztoltam erről, hogy milyen pozitív hatásai vannak, az emberek otthon maradnak. Tehát hogy mondtam, hogy nézzük meg a negatív jelenségben, mi a pozitívum. Tehát, hogy otthon maradnak az emberek, tisztább a levegő, meg hogy pihennek az emberek. Igen, tehát együtt vannak a családok, és egy olyan feszültségek oldódnak fel a mindennapi stressznek, amit egyszerűen nem tud az ember kipihenni, mert 52 hétből 50-et dolgozik. Igen. És hogy most hirtelen mindenki pihentebb lett, és nem az van, hogy oké, van valamennyiféle pánik, valamilyen mérték, de én inkább azt érzem, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy ja, lehet otthonról dolgozni, ja, igen, ne, lehet otthonról tanulni. Igen. Csomó pozitívum jön, és amit mondtatok, hogy emberek elkezdenek mesét olvasni, és kiderül, hogy hopp, ez is társadalmi érték, hogy valaki mesét olvas Facebook live-ba. Hopp, valaki elkezdett otthonról személyedzést tartani, vagy hát ilyen nem személyi, de hogy edzést, értitek, mert személyedző. Igen. Gyakorlatilag az, tehát hogy az utóbbi néhány évben ugye egy ilyen digitalizálódott társadalom irányában mozgott az egész fogyasztói kultúra, és most egy ilyen izgalmas átalakulása történt a fogyasztásnak, hogy az a fajta túlfogyasztás, az a minden meetingen repülővel jelenjek meg, stb. Tehát, hogy ez most egy pillanat alatt olyan szinten rendezte át a struktúrákat, amivel így nem számolt szerintem az emberiség. Megvoltak a berendezkedett rendszerek, és csak egy példa most nekem a termékfejlesztési részemből is, be van arra rendezkedve mondjuk egy magyar gyártó, hogy Kínába elküld valami elektronikai részegységét a műszerének. Több partneremmel beszéltem, hogy egyszerűen onnan nem érkeznek meg most a megrendelések. Egyszerűen a lokalizáció az, hogy helyben tudj értéket teremteni, ott helyben mindent létre tudjál hozni egy adott termékhez, az most így újra reneszánszát fog érni, mert hogy ebbe az óriási globalizációban, ahol minden tud mozogni a Földön. Most megmutatta magát, hogy ez nem feltétlenül igaz, ez két hónap alatt teljesen felboríthatja a rendszereket. Most mondjuk lélegeztetőgépet nem tudunk importálni csak Európából sem, mert akár a csehektől sem tudjuk beszerezni. Tehát, hogy azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy meg kell nézni azt, hogy akkor mit jelent a helyi forrás, és hogy kire tudunk számítani, mit jelent a bizalmi kör. Illetve, hogy mely technológiák támogatják például ezt, hogy ha nem beszerezhet egy alkatrészt, akkor helyben hogyan lehet előállítani, igen. Szerintem az nagyon izgalmas az egész témában, hogy nagyon sok ember nem nézi meg a forrását a pénznek, és hogy valamire a pénzhez való ragaszkodásunknak a kultúrája úgy alakult most ki, hogy kicsit szakrálisan többet képzelünk bele, és hogy ez az alapjövedelemnek a kérdéskörét én onnan közelíteném meg, aztán nem tudom, szóljatok hozzá, mit szóltok hozzá, hogy alapvetően a pénzhelyettesítők a világban nagyon sok helyen működnek, például az agráriumban, az osztrákoknál, ahol gyakorlatilag a kis helyi termelők cserélnek mondjuk gazdát, élelmiszert, vagy bármit, ott ezek a pénzhelyettesítők nagyon jól működnek. Ha ezt megnézzük, hogy a Svájcban is a VIR, vagy ugye több helyen, hogy működnek ezek a fajta pénzhelyettesítők, ezek egy nagyon jó modellt adhatnak arra, hogyha ilyen szempontból értjük meg az alapjövedelmet, tehát hogy nem egy konkrét olyan pénzt képzelünk bele, hogy na most mindenki kap mondjuk 100.000 forintnak megfelelő összeget, és ez most honnan teremtődik elő ez a pénz, mert hogy mindenki valahogy ezt képzeli, de hogy egyébként nem gondol bele, hogy az ő adóforintjaiból gazdálkodik az állam, és hogy ennek a körforgásának a megteremtését, ha helyre tesszük, akkor igazából abszolút tud működni, digitalizáljuk a pénzt, két mozdulattal föl lehet vinni ezeket a gépekbe, és egy ilyen bizalmi alapú értékcserekként kell felfognia ezt a fajta alapjövedelemnek a rendszerét. Én pont azt hiszem, hogy csomó ember pont ebben nem bízik, főleg az idősebb generáció, hogy felvisszük a gépekre, láthatatlan lesz meg minden. Tehát, hogy... van itt még egy másik irány is, ugyanis a jelenlegi ellátási láncok mellett nem igazán lehet tudni azt, hogy mondjuk, amíg csak a
műszaki eszközök nem érkeznek meg Kínából vagy máshonnan, addig mondjuk milyen helyben termelhető és elfogyasztható élelmiszereket tudunk beszerezni, és mi az, amivel import vagy exportra szorul egy ország. De ebben a tekintetben, hogyha mondjuk innen közelítenénk meg a kérdést, akkor az alapjövedelemnek a fedezete az az, amit aztán elfogyasztunk, vagy megjelenik, mint szükségletként. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor nagyon is indokolt egy ilyennek a bevezetése, hogy hogyan tudjuk azt az élelmiszer csomagot, vagy azt az alternatív módon megteremtett kényelmet, tehát, hogy ne tudjuk megkülönböztetni a jelenlegi életünket. Tehát, hogy valódi alternatívát nincs. És ezt tulajdonképpen erre a partnerek, eszközök, erőforrások megvannak itt Magyarországon is, és máshol is. Nyilván vannak sokkal ökológiai szempontból most Magyarországtól kicsit kevésbé szerencsés helyzetben lévő országok, ahol nem lehet azonnali beavatkozásokat csinálni, és még lehet, hogy a kultúrája sincs meg ennek. Ugye kapjuk a jelzéseket Afrikából, hogy ők még nem is léptek ugye egy ipari forradalmat sem szinte, és most hirtelen a negyedik ipari forradalomban találják magukat. Magasan van nekik a létekor. Igen, de hogy ez egyben lehetőség, és ott is megtörténtek a lezárások. Tehát ami most összeköt mindenkit, az tényleg az internet, ami tök jó, hogy most itt van, mert különben már rég vége lett volna az egész történetnek. Nagyon mi lenne internet nélkül. Igen. Most, meg igazából most először tapasztaltam ilyet például, hogy akkor nem kell hiteltörlesztést fizetni egy ilyen válságosabb időt. Ez már az alapjövedelem egy formája tulajdonképpen, negatív adók és egyéb más. Ugye a német javaslatokban jelentkez meg először. És az egyik dolog, ami pont most a beszélgetésünk előtt jött, hogy megosztottam ezt a petíciót, amiről szó volt, hogy ugye aláírás gyűjtés indult Magyarországon, hogy vezessék be legalább átmenetileg az alapjövedelmet. És akkor jött rá egy komment, hogy akkor ez nem jelentene egy nagy inflációt. És csomóan mindig mondják, hogy úgy, de felmennének, akkor még jobban a lakására, mert mindenki kétszer annyira adnak. Következő, szerintem ezt a követ... Tehát, amikor Brüsszelben erről folyt az első pár egyeztetés 2014-ben, akkor az első, ami napirendre került, az az, hogy ne hívjuk alapjövedelemnek azt, ami egyébként az osztalék, a társadalmi osztaléka mindenkinek. Mert nagyon sok olyan ellenzőbe lehet belefutni, aki ugye azért mondta, hogy hát alapjövedelem az akkor az ingyen pénz, és akkor aki nem dolgozik, ne is egyék, és egy csomó ilyen kapcsolt. Az már szocializmus, dolog. Így van, így van. Tehát erre föl lehet fűzni. Ezt viszont, hogyha úgy nevezzük, hogy és ugye eurodividendnek kereszteltük el ezt annak, tehát euróosztalék, ezt mondjuk egy társadalmi osztalék. És meg lehet azt nézni, hogy például jelenleg vagy hát addig, amíg le nem álltak most a rendszerek, hogy hova vándorolt az emberiség összes megtermelt tehát profitja, vagy úgymond jövedelme, a mindenki által megtermelből hova vándorolt, és ugye az 1% és a 99% viszonya, a hatalmas vagyoni különbség, és stb. Ezekre ugye mind rámutatnak. De hogy ebből mit is akartam kihozni? Hogy elinflálódna el minden? Hogyha... Igen. Az az érzésem, hogyha a szükségletekre fókuszálunk, akkor nem. Amíg az igényeket gondoljuk kielégíteni bár akármilyen jövedelemmel, addig, tehát valahogy közelítsük az igényeket a szükségletek felé, és szerintem az új együttműködések, vagy alulról szerveződő együttműködések új piaca az így fog kialakulni egymásban való, vagy az egymás közti bizalom az együttműködésekben, a tranzakciókban megjelenik ez, a helyi lokális együttműködések és erőforrások elosztásában, és akkor tulajdonképpen így nagy baj nincs ezzel szerintem. Gondolat volt, amit mondtatok egy pár perccel ezelőtt, hogy mire elég ez az összeg. Tehát, hogy ugye ebből az ember nem fog meggazdagodni. Nagyon fontos azt megnézni, hogyha tényleg visszatérünk két gondolat elég erre az ipar 4.0 gondolatára, akkor tényleg a robotizáció, amire tart, azzal, hogy helyettesítenek a robotok bizonyos ilyen szakmunkákat, de ezt még nem is szakmunkának lehet nevezni, hanem
hanem gyakran ismétlődő folyamatokat, de repetitív folyamatokat. De ez egy terület. Azon kívül az önvezető járművek, egy csomó olyan terület, vagy a smart city-k, a smart village-ek, tehát hogy nagyon sok olyan terület alakul, ahol gyakorlatilag ez a robotizálás, vagy ez a fajta automatizálás, ez kivált bizonyos ilyen manuális munkákat. Hogyha belegondolunk abba, hogy azok az emberek, akik ez alól mentesülnek, vagy ezen a területen felszabadulnak, tényleg ott, ha ők megkapnak egy ilyen alapjövedelmet, ők ezzel még valószínűleg nem fognak teljesen jól lakni, viszont nincs rajtuk az a stressz, hogy megélhetési problémájuk legyen. Ez tényleg olyan szintű kreativitást tud felszabadítani a társadalomba, ami tényleg megadhat egy új típusú tudatos társadalmat, hogyha ettől föl tud szabadulni az ember. Az ember mindig eladja gyakorlatilag az idejét, és akkor, amikor tárgyalási alap ez, hogy a kenyeret meg tudjam venni, stb., azok vagy azt érzem, hogy nem rendezik be mentálisan az embereket, tehát hogy nem fognak ezek az embereketől gazdagabbak lenni, tehát nem lesz egy új... Nem halmozható vagyontektől. Igen, nem egy vagyonfelhozattal felhalmozásról van szó, ugye, hogyha megértjük a lépéseit, azt még most nem mondtuk el, de te biztos már más videódban, Gábor, említetted ezt, hogy ennek a koncepciója az lenne, hogy mondjuk minden hónapban kapnak 100 000 forintot, és hogyha hó végig nem költik el, akkor az lenullázódik, és kapnak újabb 100 000-et, tehát hogy ez nem arról szól, hogy ha valaki elkezd gyűjtögetni, akkor folyamatosan fel tudja magának ezt gyűjtögetni, tehát hogy ilyen szempontból biztos, hogy el is kell költse, azért gyakorlatilag egy nagyon jó mozgótőke alakul ki ezekbe a közösségekbe. Ez ilyen szempontból egy fontos pont. Meg ugye, tehát nagyon sokan, tehát azt vettem észre, hogy az emberek hajlamosak arra fókuszálni, hogy mi lenne ennek a rossz része, hogy akkor a milliárdosok is megkapják, akkora azok is megkapják, akik egész nap csak tévét néznek, meg elég száll. Én azt mondanám, hogy igen, azok is megkapják, de a tanárok is megkapják, az ápolók is megkapják, a nyugdíjasok is, a gyerekeket egyedül nevelő szülők is, a egyetemisták is. Tehát, hogy fura nekem, hogy nem fontosabbak azok a társadalmi csoportok, amikor valaminek a bevezetésről beszélünk, akinek ez nagyon sokat jelentene. Igen, csak az lehet ennek a hátterében, nem vagyok szakértője a dolognak, de hogy amikor egy ilyen igény megjelenik, hogy egy picit most ez elment ez a gondolat. Én az egy nagyon izgalmas gondolat, aztán majd visszacsatlakozol, Gábor, hogy ez okoz egyáltalán bárkibe is frusztrációt, hogy a gazdag is megkapja. Miért ne kapná meg? Erre akartam én is. Tehát ez valami is pszichológiai kérdés, mert valahol arra alapul, hogy én nekem hiányom van valamiben, ami a másiknak megvan több, és akkor most hogy osztjuk ezt, akkor azt most igazságosan, és a többi, mikor alapvetően szerintem egy ilyen alapjövedelem javaslat, vagy ennek a kivitelezés és ennek továbbfejlesztés csak egy ilyen bőség állapotból tud megszületni, vagy egy bőség tudatból, és nem pedig a hiány. És maga a jelenlegi, még működő gazdasági rendszer, és inkább a hiánygazdaság jelző. Na és ez, amit szerintem a Ricsi is mondott, én nagyon erős ilyen kapcsolódást érzek, hogy amíg az embereknek egzisztenciális szorongásuk van, tehát hogy szerintem nem akkor nem fognak csinálni semmit az emberek, ha kapnak alapjövedelmet vagy pénzt, hanem azért nem csinálnak semmit, mert egy folyamatos depresszív állapotban vannak, hogy elmegy az idejük valami megy magozásra, valami munkára, amit csak azért csinálnak, hogy pénzük legyen, és az a pénz nem sok mindenre elég. Tehát igazából arra már, hogy fejlődjenek, tovább tanuljanak, kezdjenek valamit, arra pénz is kevés, de ugyanakkor a munkában meg elfáradtak, tehát ott már azért nincs akkora lendülete lelkire az embernek, hogy belekezdjen még valamiben munka után, amiből már egy kicsit javíthatná a helyzetét. Ezért. És ilyen olyan ördögi kört, egy mókuskereket tartunk fönn, amiben nincs egyszerűen az embernek kreatív, meg lelki ereje arra, hogy mi alkosson valami jót. Igen, ezért valós javaslat az, hogy amennyiben néhány hónapnál tovább is fönnáll egy ilyen karantén helyzet, akkor tulajdonképpen nem fog tudni máshogy megoldódni, csak úgy, hogyha akár az LKB vagy a bankok elhelyezik az elektronikus számlákon azt a minimális összeget, ami konszenzussal megállapított. Egyszerűen azért, hogy ne álljon le tényleg teljesen a kereskedelem és az ipar és a
minden, aztán közben lehet azon gondolkodni, hogy akkor alapjövedelemből hova jutunk tovább, vagy akkor az már osztalékként tekintünk rá, és itt jönnek be más fejlesztések és más platformok. Az nagyon fontos, amit már az elején mondtatok, ez kicsit visszaidézve, hogy az, ami most történik, hogy mondjuk évvégig nem kell hitelt visszafizetni, ez már egy részhalmaza, vagy egy hibrid megoldás az alapjövedelemnek. Tehát pont, amit mondtál, Gábor, hogy az emberek, akik most esetleg a turizmusban, vagy vendéglátásban, vagy a szórakoztatóiparban vannak, azok most hazamentek, és gyakorlatilag azzal álltak szembe, hogyha nincs mellég megtakarításom, mondjuk egy fél évi megtakarításom, viszont fizetnem kell a lakástörlesztőmet, akkor kész, vége, ilyen fog halni. Tehát ez egy pszichológiai terrorból, vagy egy pszichológiai óriási problémából most kikerültek ezzel az egy dolog, vagy fellélegeztek, hogy legalább nem mínuszos lesz nekik a dolog, hogy fizetni kell a lakástörlesztőt, vagy bármilyen hitelüket. Tehát ha belegondolunk, erről van szó, hogy alapvetően az, aki kap egy ilyen alapjövedelmet, az kap egy olyan mentális pozitív attitűdöt a világban, amitől azt tudom, hogy ugyanúgy, ahogy mit tudom én, az evolúció során bármikor, amikor gyűjtögettek az élőlények általánosságba véve, azt meg tudom tenni. Csak ugye most ezt nem tudom megtenni, hogy kimegyek és összeszedem a zöldséget, mert a másik kertjéből akkor az már lopásnak számít. Most már ugye óriási urbanisztikában. Igen, de ez meg összefügg egy ilyen hogy mondjam, olyasfajta paradigmaváltással, ami meg azt mondja, hogy akkor tulajdonképpen az alapjövedelem az egy még nem létező paradigmának a szociális alaprendszere, vagy nem tudom jobban kifejezni magam e tekintetben. Tehát az, ami most a nyugdíjrendszer, az nagy valószínűség szerint egy magasan automatizált korban a teljes lakosságra kiterjedő alapjövedelem rendszere váltja le, és teljesen normális lesz abból a paradigmából visszatekintve, hogy ja, hát előtte miért nem így csináltuk. És kicsit azt érzem, hogy pont ez a napról napra munkuskerékbenevés, munkahelyenjárás, ezek a generált igényeknek ehhez való megpróbálni felnőni, fogyasztani, stb. Olyan szinten így az embereknek a figyelmét rajta tartja mindig azon. De volt fel egy csomó munka, tehát a médián keresztül az elmúlt 20-30 év az erről szól, mi is így nőttünk fel. És ez leköti a figyelmet, hogy mondjuk kicsit fel tudjon nézni, és azt nézzék, hogy igen, hogyha leülnék és egy napig gondolkodnék, hogy néz neki a jövő, akkor én magam is valószínűleg rájönnék, hogy 10-20-30-50-100 év múlva ez tök logikus, mert e felé haladunk. Csak pont ezt a kreatív energiát szívja be ez a rendszer szerintem. Például egy picit kitérhetünk a sci-fi-kre. Gyerekkoromban rengeteg olyan sci-fit olvastam, amiben soha nem merült fel az, hogy abban a távoli jövőben miből élnek meg, és mit csinálják, mert általában a kaland van közben, meg a párbeszédek, meg, de hogy valóban, tehát egy ilyen kis írói körképpel mondjuk egy ilyen Asimovi világban nagyon nem kérdés már az, hogy az erőforrás alapú gazdálkodás az már ilyen alap, tehát hogy ott már nincs kérdés az, hogy a gazdaság képes önmagát regeneratív módon fenntartani. De akkor lényegében itt arról beszélünk, hogy az a társadalmi réteg, akinek a legnagyobb igénye lenne, vagy a legnagyobb szolgáltat, akinek tenni ez, ők a legnagyobb ellenlábasai, vagy ők állnak ellen leginkább, mert félelmet kelt bennük? Vagy ti mit éreztek? Én még biztos, hogy visszalépnék ahhoz a ponthoz, hogy értsük meg a pénznek a természetét. Úgyhogy szerintem még mindig, én amíg ott ezzel foglalkozok, ezzel a feltétlenül külapjövedelem volt, abba futottam bele, hogy valahogy az embereknek beleragadt az ilyen arany alapú értékmérője a pénznek. De hogyha most megértjük, hogy adósság alapú lett a pénz, és hogy néz ki a kamat, meg az egész rendszer a pénznek, hogyha ezt valahogy át tudjuk úgy transformálni, hogy egy ilyen bizalom alapú értékcserének hívjuk ezt az egészet, akkor szerintem ez sokkal jobban helyre kerül, mint az, hogy valahogy ragaszkodunk ehhez, hogy... Na igen, és akkor itt, de ez viszont egy nagyon jó gondolatot indítottál, mert itt jön be egyébként az, amiről Gáborral veled is múltkor beszéltünk egyeszületen, hogy a reputációs gazdaság, vagy reputation economy, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy egyre inkább eltűnnek, és ebben a kis párhetes leállásban is már ugye előjönnek azok a skillek, amiket az emberek most azt mondják, hogy basszus, van egy csomó idő, van egy csomó tudásom, eddig így csináltuk, most akkor csináljuk így,
és annak az ellenértékeként megjelenik valami másfajta minőség. Szintén lehet, hogy egy másfajta know-how. De az is lehet, hogy egy őstermelőnek a láda almája. Tehát, hogy ezeket is tudnunk kell egymásba konvertálni, tehát, hogy a pénznek tényleg csak a csereeszköz szerepéhez kellene visszatérni, és nem pedig a befektetési eszköz szerepét erőltetni, hogy folyton a Wall Street-en égetjük el különböző válságokon keresztül. Meg ez, amit most látok, hogy ugye, aki mondjuk szolgáltatós szektorban van, vagy szórakoztatóiparban, vagy bármi olyanban, ami most ugye leállt, nekik egyébként pont, szinte nekik a legtesthez állóbb az online felület. Tehát, hogy ugyanúgy például egy koncert, egy zenei előadást, egy versmondást, egy színjátszást, pontosan nagyszerűen meg lehet csinálni online körülmények között, és pont ezen gondolkodtam, hogy ez a pénzről, meg gazdaságról való elavult látásmód, hogy ezek az új megjelenő módok inkább a hozzáférést, a jogosultságot veszik előre, hogy nem az, hogy mindig azon gondolkodik, hogy milyen fura, hogy az tök oké, hogy valaki bemegy a szupermarketbe, telepakolja a kosarát, és ha nála van pénz kártyán vagy KP-be, akkor senki nem kérdezi meg, hogy neked ez honnan van ennyi. Tehát, hogy úgy vagyunk arra, hogy senkinek nincs joga megkérdezni, ha nálad van a pénz, ott ilyet. De hogy leütöttél érte valakit, vagy ilyesmi, az ugye nem derül ki, ha csak nem buktál le. És hogy miért nem az van, hogy ha valakiről tudjuk, hogy akkor a társadalmi értéket ad, hogy a közösség azt mondja, hogy ő jogosult, akkor neki jogosultsága van, erőforrás. De figyelj, de ez úgy jön ki, hogy az emberi, tehát mondjuk platformokkal támogatott emberi kapcsolatokban, visszajelzéseken keresztül, ilyen és olyan tényezőknek megfelelően az ember reputációs pontszáma nő vagy csökken. Tehát, hogyha most levezethetném ezt olyanra, hogy ez hol jöhet jól, mert egyébként úgy növeli a bizalmat mások felé, hogy a korábban megszerzett tapasztalat. Ez ugye Airbnb, Uberen és egyéb platformokon ez a visszajelzések rendszer, ez egy alap. És hogy tulajdonképpen itt jelenne meg az, hogy mit jelent például sikeresnek lenni, és az ahhoz mit társítunk, a pénze ténylegesen a cél, vagy az csak egy eszköz, ahhoz, hogy az ember sikeresen, és a többi, de hogy egy ilyen másfajta megközelítéssel szerintem megkapnánk azt, hogy az ember egész élete szolgál kvázi tárgyalási alapnak, bármilyen tranzakcióban. És hogyha ez nyílt és átlátható, az meg külön öröm. És akkor valahogy szerintem így tudnánk áttranszformálni a jelenlegi pénzalapú gondolkodást abba, hogy egyébként minden egyes perc, amit ebbe vagy abba fektetek, az ennyit érhetne, de egy ilyen reputációs gazdaságban azt majd be tudom cserélni, lehet, hogy erre kriptovaluta ad megoldást. Tehát... Így viszont szerintem sokaknak eszébe juthatna, aki mondjuk megnézi ezt a beszélgetést, hogy jó, és akkor mindenemet követni fogják, meg mindenemet jegyzik, és akkor minden látható, és akkor... mint a Kínában az a social scoring. De itt jön be, hogy a Kína, hogy Kína zárt. Tehát nem nyit. Nem nyit forrású. Vagy nem látszik nyit lapokkal ilyen szempontból. És hogy az ilyen jellegű fejlesztések, az, hogy ott milyen adatbázisokba kerülnek be, és az emberekről gyűjtött adatok hol landolnak, ez senki más nem tudja, csak a legfelsőbb vezetés, és azok a körök is. Tehát, hogy ez egy ilyen hely, vagy egy ilyen ország, azon belül lehet, hogy gyönyörűen működnek az együttműködések, de ha nem átlátható, akkor lehet, hogy aggályos. Ugye, mert amiről te beszélsz, amiről ti beszéltek ilyen szinten, az egy ilyen transzparens dolog? Hát természetesen. Tehát ahhoz, hogy mondjuk értsük a kriptovaluták működését is, hogy mondjuk a blockchain rendszereknek az alapjait, most ebben nem menjünk bele, de tulajdonképpen ezek ilyen bizalmi alapon működő, együttműködéseket támogató rendszerek, szétszórva, ugye decentralizáltan, és tulajdonképpen lemodellezzük az együttműködéseinket, tehát amit egyébként társaságban vagy a munkahelyünkön tennénk. Szóval ez egy kicsit messze visz ez a téma, de az a lényeg, hogy ezeket tudjuk, ezeket a tranzakciókat úgy nyíltá tenni, és itt most ne tranzakciókról beszélünk, hanem az együttműködések minőségét tulajdonképpen jó, hogyha látjuk, hogy mondjuk hogy nagyobb méretekben az mennyire visz minket előre. És ugye, tehát, hogy vissza tudja jelezni a társadalom saját magának, a saját maga működéséről,
olyan dolgokat, amikhez adatok kellenek. Én pont azt érzem, hogy egyébként, ahogy megyünk bele ennek a részleteibe, annyira komplex és újszerűvé válik, amíg a téma iránt érdeklődő személynek, vagy egy fiatalnak, aki mondjuk ebbe járatosan az online világban, meg dolgokban, annak úgy befogadható, de szerintem a társadalom, főleg a magyar társadalom nagy részének, tehát amikor oda jutunk, hogy már úgy tudunk beszélgetni a témáról, csak hogy azt kell, hogy blockchain, meg validációs rendszer, meg hogy 20 szóból 13 ismeretlen, az nagyon megbonyolítja. Tehát hogy szerintem valahogy, mint hogy azon ez egyik legnagyobb gát, hogy az emberek nem bíznak benne, mert nem értik. Mit tehet ezzel kezdeni? Hát az egy kérdés, hogyha ez az alapjövedelem, ez most ugyanolyan valutába jelenik meg az emberek számláján, mint amivel egyébként dolgoznak, akkor pont amit az előbb mondott Gábor, vagy te mondtad, hogy bemész a boltba, fizetsz kártyával, senki se kérdezi meg, hogy honnan van azon a pénz. Hogyha mondjuk ez egy olyan pénzhelyettesítő, ami az mondjuk egy külön kártya van, vagy valamilyen szempontból más kötődik hozzá, akkor is most pont amit mondasz a blockchain, meg az egyéb digitális rendszerek miatt ez maximum egy másik kártya, de ugyanúgy tudod használni fizetőeszközként. Tehát hogy szerintem ezt a bizalmat most már nagyon gyorsan fel lehet építeni, pont ezért, mert a mobiltelefonnal lehet most már fizetni. Ezek az IoT eszközök annyira berobbantak most ebbe a digitális társadalomba, hogy nem probléma kártyával, mobiltelefonnal, mindenféle mással fizetni, ahelyett az órával, tényleg okos órával tudsz fizetni, tehát hogy nem kell effektív a pénzt elővenned, és azt azzal fizetned. Ezért szerintem ez a fajta frusztráció, amitől az, hogy ez egy másik rendszerből van, vagy ez hogy integrálódik a mostani pénzügyi rendszerbe, ez most összekeveredik, nem keveredik össze, az gyakorlatilag nem kérdés most szerintem. Vagy egy nagyon könnyen megugorható bizalmi kérdés. Akkor inkább nekem az a kérdésem, hogy ugye egy olyan embernek, mint én, aki amikor életében, tehát hogy mielőtt én valaha hallottam, egy rövid sztori, mielőtt valaha hallottam arra, hogy van alapjövedelem, én amikor először megértettem azt a jelenséget gyerekként, amikor mondták, hogy hát automatizáltak egy gyárba valamit, és akkor elküldték az embereket. És akkor nekem ugye gyerekként még naivabb voltam, mint most, azért igyekszem a naivitásomból megtartani a gyermeki naivitásból minél többet felnőtt koromban is, de ugye mitől volt 100 ember a kenyérgyárban, és mikor azt mondták egyik reggel, hogy na kedves emberek, akkor köszönjük az eddigi munkát, most már megy magától a cucc, csak a gombot kell megnyomni, úgyhogy holnaptól nem kell jönni. És akkor én arra gondoltam gyerekként, hogy és a mondat úgy folytatódik, hogy a fizetést megküldjük, úgyhogy jó pihenést. Mert hiszen hát addig ott dolgozott, most már nem kell, most a lényeg az, hogy a kenyér úgy is legyártódik, hogy ő nincs ott, akkor igazából az úgyis el lesz adva, annak van bevétel, akkor miért nem küldik el a rá első részt? És akkor nekem ilyen natívan egyértelmű volt gyerekként, hogy ez a társadalmi osztalék. Hogy ő abban már beledolgozott, abban ilyen royaltia van lényegében, csak hát ugye a cégek a mai filozófia ezt nem ismerik el, meg nem így gondolkodnak. Na mindegy, szóval amikor meghallottam ehhez képest x évvel később, hogy hát ilyen van, ezt úgy hívják, hogy alapjövedelem, vagy hát majdnem ilyen, úgy voltam vele, hogy halleluja, hol kell aláírni. Igen. Mikor jön már, és akkor a legnagyobb sok akkor ért, mikor először találkoztam egy emberrel, aki azt mondta, hogy ez nem jó dolog, és úgy voltam vele, hogy amíg döbbenten álltam, nem jó dolog, hogy küldenek pénzt, és nem kell azon aggódnod, hogy ilyen halsz-e, vagy nem, hogyha kirúgnak a munkádba. Nem értem, milyen rossz része. Tehát, hogy és akkor ez a jelenség, akkor van ilyen, ugye akkor felvázoltam, hogy egy csomó ember még mai napig se ért ezzel egyet, vagy fél tőle, vagy nem támogatja. Na de az, hogy egy ilyen szituációban, mert most vagyunk a járvány miatt, hogy még most is fenntartják a fogásaikat, én úgy vagyok, hogy jó, feltettem a kezem, én nem értem. Akkor viszont innentől tényleg beszélhetünk olyan alternatívákról, amik lehet, hogy elképzelhetetlenek, viszont megvalósíthatóak. Mint például? Hát mint például, amit most tehát felhoztál arra vonatkozóan, hogy társadalmi osztalék, vagy royalty-nek is nevezted az imént, tehát hogy valami olyasmit képzeljünk el, hogy mondjuk egy együttműködés támogató rendszerben. És kérdezted, hogy ez milyen formában tud megtörténni. Erre vannak törekvések, ezt úgy hívják, hogy platformkooperatívák. Platformkooperatívák olyan emberek közössége, akik egy adott szoftver applikációt lefejlesztve saját maguknak, annak az összes belső tranzakciójából azt a royaltyt, amiatt mindenki közt elosztásra kerül, azt megkapják. Úgyhogy tulajdonképpen ez is nevezhető alapjövedelemnek.
ez többek között a hardware tervező platformon keresztül és más platformokon keresztül is simán bevezetheti bárki, tehát holnaptól a Google is bevezethetné, hogy az összes eladott terméke, vagy tehát bármelyik nagy cég azt mondja, hogy ráteszek még 10% társadalmi osztalékot az árra, és körbe cirkuláltatom, és újraosztom. Nem tesszük, tehát ez akkor megint csak ilyen, tehát nem annak a kérdése, hogy mi lenne jó, hanem hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy ez mitől függ. De mondjuk számunkra szerintem ez egy egyértelmű, meg érthető, tehát hogy az összjavakból visszafolyó rámeső osztalék, ami akkor is jár, hogyha egyébként én 3 napig kórházba vagyok, vagy 10 napig nem tudom nyaralni, tehát hogy nem ez a lényeg, hanem hogy alkosson ez a közeg valami újat, és annak az összértékét visszaosztjuk. Na de ugye sokszor is feljön, hogy ugye én gyermeki naivitással elmondom, hogy hát küldjék a fizetést azoknak is, akiknek automatizálták a munkáját, hiszen hát nem ő tehet róla, hogy most itt már nem van. Kell bemennie. Tehát, hogy nem azért, mert rosszul dolgozott, csak ez a dolog, mert hogy annyira köszöntik a munka, az a dolog, ami annyira szar, hogy senki sem akar ingyen megcsinálni, ezért valakinek fizetnek érte. Tehát manapság kb. Ezt nevezzük munkának. És hát igen, többi az. És ugye ezért is akarjuk automatizálni, hiszen senki sem önszántából csinálja, hanem próbáljuk hatékonyá tenni. Na most lehet, hogy nekem is elszállt a gondolat, mint az előbb, annyira beletettem a példába. Ugye azt mondják erre, hogy jó van Gábor, fejsimi, de hát ez nem így működik, mert akkor ő versenyhátrányba kerül az a cég, a többi céggel szemben. De most akkor egy olyan világban élünk, ahol kiszopatjuk azokat a cégeket, akik segíteni akarnak azokat a cégeket, akik nem, most az a csodálatos, hogy bármennyi szenvedés árán is, de néhány hét alatt le tud állni sajnos, vagy szerencsére az a gazdasági modell, ami most, tehát minden le. Kész. Tehát, hogyha az emberek 5x5 méteres kockákból nem lépnek ki, akkor az, amit, hogyha egy ilyen shutdown lenne az egészen. Tehát, hogy nincs tovább volna. Na most ebben a helyzetben nagyon érdekes, hogy mi jön ki. És hát az biztos, hogy a levegőbe. És megmondom őszintén, hogy nagyon jó dolgok is ki tudnak ebből sülni. Én azt kívánom, hogy egy-két héten belül ez a vírusnak az életciklusa, tehát hogy ez lemenjen, és utána ne kelljen ezzel hónapokig lesződni. Mert hogy volna egy csomó dolog, tehát ezekre az együttműködésekre, és az alapjövedelem csak az egyik olyan téma, amit meg kéne beszélni, és hogy most már tényleg jó volna, hogyha társadalmi párbeszéd alapját képezni, mert most már vannak érvek is, hogy miért. Mert a bőrünkön tapasztaljuk nap, mint nap. Hát ez a fajta túlfogyasztói társadalom, az most biztos, hogy megállt. Tehát, hogy azok az ilyen elméleti modellek, mint az ilyen slow életmód, a nem növekedés koncepció. Hirtelen bizonyítást nyertek ezek az elméletek. Hirtelen bizonyítást nyertek. Ugye Gábor is, én is mind a hárman szinten foglalkozunk ezzel, hogy lehet fenntarthatóbb a gazdaság, meg a föld az erőforrások tekintetében, hogy lehetne egy kicsit etikusabb az ember, hogy fogyaszthatna etikusabban. Ugye tényleg a fenntartható fejlődési célok 20-30-ig, ugye az most pont nemrég volt egy jó konferenció, ezt próbálták értékelni, ugye a Greta Thunberg vonalából előjött ez az egész koncepció, ez szuper volt, mindenki aláírta, és azóta mindenki bőszen visszavonulva leírta az elméleteit, tehát hogy most mindenki nagyon tudja már, hogy mit kéne csinálni, és pont az idei, és ugye tavaly őszi egyik ilyen fenntartatósági konferencián elhangzott az, hogy szuper, mindent értünk, akkor most el kéne kezdeni a tettek mezejére lépni. És akkor már ugye mindenki erről beszélt, hogy na akkor ez hogy fog megvalósulni, akkor nézzük meg a helyi akcióterveket, és na bum, most 2 hét alatt lett egy óriási akcióterv, Velencébe kitisztult a folyó, kitisztultak a levegő a Kína fölött, meg mindenhol, ugye nem repkednek a repülők, áttettük a digitális térbe rengeteg tárgyalást, tehát hogy milyen érdekes, hogy ez most 2-3 hét alatt most kb. Földanyán kapott egy óriási lehetőséget, vagy ő adott nekünk egy pofont arra, hogy így van. Ezt átgondoljuk. Így van, illetve ellátási láncokra vonatkozóan, meg alapjövedelem összefüggésre lehet, hogy hetek alatt megjelennek azok a drónok, amik eddig csak zavartak, ha elzizettek a fejünk fölött, de a csomagszállításonak végezik. És akkor itt egy ilyen science fiction szenárió is megjelenhet.
Még egy dologra rácsatlakoznék, Gábor, amit az előbb említettél, hogy azok, akik kijöttek a gyárból, és hazamentek, és akkor ők majd egész nap mondjuk a tévé azt fognak ülni, tehát hogy kb. Haszontalanak a társadalom részéről, nincs hozzáadott értékük, mert eddig legalább összepakolták a dolgokat, de most a robot megteszi helyettük. Erre egy izgalmas gondolat, hogy egyébként most úgy van berendezkedve a társadalom, hogy mit tudom, egy NFL-t végignézel, ott milliárd dolláros büdzsék vannak, hatalmas hirdetési felületek, tehát hogy aki kapott alapjövedelmet, 100 000 forintot, nem akar semmit csinálni, csak otthon leül médiafogyasztónak, megnézi ezeket a reklámokat, akkor örülhet az a, nem tudom, Coca-Cola, vagy bármilyen brand, aki ott reklámozott, hogy az ő fogyasztás, tehát hogy őt fogyasztotta az ember azzal, hogy nézte, tehát hogy ő megkaphatja ezt az értéket. Tehát, hogy attól, mert mondjuk az embernek nem lett ilyen hozzáadott értéke, a mai világban a médiafogyasztással visszakapják ezeket. Tehát, hogy ez egy gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen szociális tőzsde, hogy igazából a nagy multiknak, akik megkeresik a big deal-eket ezeken a dolgokon, akár tényleg a milliárdokat kereső futballisták, meg ezek a fölfújt ilyen típusú médiarendezvények, azok most egy ilyen szintű visszaosztást tesznek. Tehát, hogy tényleg ez a royalty, ez a humán royalty, ez egy teljesen jó gondolat szerintem, hogyha ezt az ember ilyen szempontból is értékeli. Ez az opció, amikor valaki tényleg hazamegy, és sört iszik, és nézi a tévét. Tehát ételezzük, hogy az embereknek egy része... Nézzetünk megmenteni a világot, hogy itthon maradunk, és nézzük a tévét. Igen. Na, ugye most a social médiában mennek az ilyen posztok, az egyik legaranyosabb ma, hogy ugye elképzeltük nagy harcosként magunkat fölöltözve, hogy megmentjük a világot, és egyébként most azzal mented meg, hogyha ősz a seggeden és nézed a tétét. És akkor erre volt egy nővér, aki azt mondta, hogy bárcsak én otthon lehetnék, úgyhogy irigylem, hogy te, hogy otthon ősz, és semmi más nem kérek tőled, mint hogy most csak létsz egy kicsit ülj otthon 2-3 hétig, és akkor le tudunk mindent. Én meg dolgozok most, és én szívesen lennék a helyedbe. De én pont ezt mondtad, nekem van egy olyan teóriám is, hogy a világ megmentésének az egyik szerves része az, hogy az emberek elkezdjenek olyan dolgok, nem tárgyi dolgokért fizetni. Tehát már most is ugye sok szolgáltatásért fizetünk, de hogy olyan dolgért cirkuláltassuk egymás közt a pénzt, ami nem termel semmi anyagot, mert ebből mind szemét lesz. Na de. Nem tudnánk kezdeni olyan szintű hozzáférési jogosultságért, mint az ilyen előfizetési díjak, Netflix 2500 forint, hogyha elkezdenénk tehát mondjuk kevésbé mondjuk ilyen olyan dolgokat nézni, mint a Netflix, ami ugye ilyen nagyon sok embert vonz be, hanem hogy mindenki elkezdeni a saját kis showját csinálni, a verseit elmondani, a saját mit szoktak még zenélni, meg festeni, meg ilyenek, és ezeket a művészeket támogatnánk, meg egyéneket, vagy kis csoportosulásokat, akkor sokkal emberléptékűbben ott hozzolna el az a pénz, amit az emberek szórakozásra költenek, vagy kultúrára. Hát ez egyben meg is teremti azt a minőségű és tartalmú közbeszédet, ami viszont hiányzik talán. Abszolút. Mert ugye a jó művészetnek a tárgya az, aminek jelentősége van valójában. Ugyan. Én még egy gondolat az előzőhöz, tehát hogy most elmondtam, tételezzük föl társadalmi szempontból a legrosszabb forgatókönyvet, amikor az ember itt tényleg otthon ül. De amit te is mondasz, Gábor, az, ami történik, egy olyan embernél, akit felszabadítasz, úgymond az igája alól, tehát nem az van, hogy güriz nem kell, nem tudom, 100-150 000 forintért a gyárba, hanem ez megvan. Bíznunk kell el az embertársainkba, hogy ez felszabadít egy olyan típusú mentális sokszínűséget, kreativitást az emberbe, ami hegyeket mozgathat meg. Tehát, hogy ez a fajta social economy, ilyen típusú hozzáadott érték a társadalomnak, az zseniális. Ha belegondolunk, hogy a legkomolyabb egyetemeken, a mi egyetemen van egy nagyon kedves doktor ismerősöm, aki ezt elmesélte, ott nem úgy néz ki az oktatás, meg a nagy professzoroknak az összejövetele, hogy frontálisan megnéznek egy előadást egy órába, hanem mondjuk van 10-15 perc oktatás, és utána 45 perc kávészünet. Tehát, hogy egyszerűen összejönnek az emberek, ötletelnek, gondolkoznak, és az ilyen típusú egymást építő gondolatok, azok ilyen világmegváltó koncepciókat, szabadalmakat szülnek akár hetek alatt. Most ugye ugyanezt történt... Ezt érdemes volna ezt most így kihasználni amúgy. Abszolút. És ugye az alapjövedelem kapcsán még egy nagyon fontos dolog, hogy ami a kutatásokból kijött, és ugye kerestük rá választ az akkori szakértők, hogy így tudom én, mondjuk Indiában 200 dolláros havi alapjövedelem
mit hozott az egyik falu és a másik falu viszonyában, tehát ez a különbség. De amit nem tudtak semmivel sem magyarázni, mert nyilván az, hogy csökkentek a gyerekbetegségek száma, az emberek többet tudtak oktatásra és saját módképzésére fordítani. Tehát ezek mind-mind megjelentek, ezek a dolgok. Viszont, amit nagyon nem sikerült azonnal így kikutatni, az az, hogy mi az a multiplikatív hatás, ami a 200 dollárból úgy csinál valós értéken akár 1000 dollárt, hogy egyébként csak attól, hogy bedobják az emberek a közösbe azokat az erőforrásokat még pluszba, ami a bizalommal együtt érkezik, hogy egyébként nem kell attól félnem, hogy reggelre te elviszed a tyúkomat, mert és akkor én nem fogom túlélni a hónapi napot, te pedig igen. Tehát amikor ezek a motivációk így kiesnek, vagy ezek a létért való küzdelem így kiesik, akkor megjelennek az együttműködések, és ez az a multiplikatív hatás, ami mondjuk egy akkor megállapított 2-300 eurós minden európai állampolgárnak jutó alapjövedelmet sokszorosan meg, tehát így el tud indítani nagyobb folyamatokat. Onnan mondta egy ismerősöm, hogy ő hallotta az ő ismerőseitől, vagy volt egy ismerőség, hogy mondták, hogy hú, hát, hogyha így folytatnak a dolgok, akkor pár hét múlva elmennek fosztogatni, meg ilyenek, és meg van, ugye van ezek a gondolatok, és hogy amikor írta most valaki nekem ezt a alapjövedelmes petíciós poszt alá, hogy akkor nem lesz infláció, mondtam, hogy azt nem tudom, de ami biztos nem lesz, az mély szegénységben megélhetési bűnözés. Uh-huh. Ha már ez megoldódik, az is egy óriási dolog. Hiszen nincs értelme kaját dobni, hiszen kapsz pénzt rá. Igen, tehát ha már ezek megszűnnek, az is hatalmas kvantumugrás. Elmondanám, ja. Úgyhogy, de mi van ezen túl, az az érdekes. Srácok, én nagyon köszönöm a mai beszélgetést, azt gondolom, hogy azoknak, akik még nem nagyon jártasak alapjövedelem témájába, meg azoknak, akik csak érintőlegesen, azoknak most így elég sok témaindító gondolatot feldobtunk itt, amilyen szálakon el lehet indulni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz ennek párbeszédindító hatása, mert azt gondolom, hogy ha az emberek elmélyülnének ebben a témában jobban, akkor rájönnek egy csomó dolog, amitől tartanak ezzel kapcsolatban, az nem, hogy nem igaz, de inkább az ellenkezője igazabb. Hát egy elme szülemény akár adott pillanatban. Igen. Az biztos, hogy szkeptikusnak kell utána nézni a dolgoknak, kutatni, és ezzel együtt open mind, nyitott szellemiség. Ha utána jár az ember, és megérti ennek a rendszerét, akkor szerintem ebben a jelen pillanatban az egyik legjobb megoldás. Tényleg, amit mondasz is, Gábor, hogy egyszerűen nincs más alternatív, hogyha az emberek ebben a feszültségben maradnak, és elkezdenek blokkodni, meg egymáshoz betörni. Tehát, hogy még ennek a szociális háló részét kinek? Is egy... Igen, de kinek jó ez? Tehát végsősorban. Ha van alternatíva, akkor menjünk arra. Abszolút, úgyhogy hajrá! Bízunk mindenkiben, hogy átgondolja ezt, tudatosodik, és nézzetek ennek utána, mert szerintünk egy nagyon izgalmas koncepció, ez valószínűleg egy új irány lesz itt a világban, meg a fogyasztási, meg a jelen kultúrában. Abszolút, úgyhogy én azt emelném ki záró mondatként, talán csinált hangzott, hogy bíznunk kell egymásban, bíznunk kell abban, hogyha javítunk a körülményekben, akkor az a mindenki más is élni fog, és nem visszaélni. És hogyha ez a bizalom nincs, mindig a kereszt szoktam felhozni, hogy van-e a bizalmi elv, hogy honnan tudom, hogy nem fog valaki áthajtani a szembelövésából, bízom benne. Nem tudhatom. Hát, ezt Indiában nagyon jól megoldják, hogy ott lámpák nélkül is megy. Igen. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és remélem hamarosan majd folytatjuk ezzel vagy más témával. Sziasztok! Én köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!